Jó reggelt kívánok! 2014-es fennállása óta Karácsony Gergely vezette Zuglói Önkormányzat minden szerződést kereshető módon feltesz a honlapjára. Egy volt LMP-s politikus, Vágó Gábor feladata lesz mégis gondoskodni arról, hogy az adatok még könnyebben hozzáférhetők és közérthetőbbek legyenek, és Vágó Gáboron semmiféle nyomás nem lesz, ígérte a kerület első embere, Zugló polgármestere Karácsony Gergely, az MSZPP miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Semmilyen megkötés, semmilyen politikai elvárás nincs önnel szemben, idéztem a zuglói polgármestert. Mi lesz a dolga? Az átláthatósági biztos, mint olyan, az egy eléggé új szerep a magyar jogrendben. Máshol van ilyen? Vannak erre példák. Az egésznek az alapja az a civil ez a minimum program, még a 2014-es önkormányzati választásokkor, amit különböző átláthatóságért küzdő civil szervezetek hoztak meg, és az LMP-s zuglói képviselő és maga a Karácsony Gergely is aláírta még a választások előtt, hogy ezt végre fogják hajtani, és ez volt az első rendelet Zuglóban, amit elfogadtak. Az önnel kötött szerződés fönt lesz? Mennyit fönt lesz természetesen, 300 ezer bruttót. De a lényege a munkának, az nem csupán az, hogy az átláthatósági rendeletnek a szövegének megfeleljünk. Mert hogy az nagyjából most is megvan, de igazából a szellemisége fontos. Hiszen hiába van fönn 8 kattintásnyi úton elérhető módon az összes szerződés úgy, hogy az jogászul van megfogalmazva, hogyha az a lakosság számára egy labirintust jelent, mert hogy egyrészt nem értik a szövegét, másrészt pedig nagyon el van dugva a honlapon. Egyszerűbben megfogalmazza ezeket a szerződéseket? Nem a szerződés a lényeg, hanem például ott van a zuglónak a kiváló szociális rendelete, ami nagyon jól néz ki papíron, csak pont azok nem értik, akikre vonatkozna. Igen. Tehát, hogy egyrészt az átláthatóságnak nem csupán a nyilvánosság, hanem az elérhetőség és a közérhetőség is ugyanúgy feltétele. Tehát nem csak a közpénz felhasználás, hanem az információhoz való hozzáférés demokratizálása vagy elérhetővé. Igen, mert a lényeg az, hogy hogyan tudjuk az államot, így jelen esetben az önkormányzatot szolgáltató módon közelebb vinni az emberekhez, és ne azt gondolják, hogy itt csak jogi diplomával lehet megérteni, hogy mi folyik a politikába, hanem azt lássák, hogy a politikai értük dolgozik. Na most akkor ez egy PR-os feladat? Többek között ezért esett rám a választás, igen. Hogy akkor nem csoda, hogy nem lesz önön politikai nyomás, hogyha igazából támogatja az önkormányzatot a munkájával. Nem feltétlen. Támogatom a lakosokat a munkámmal, az önkormányzatnak a körmére ránézek óvatatlanul, ez benne van a feladatkörbe, tehát hogy nem csupán becsomagolom, hanem át is világítom az önkormányzat munkáját, így a munkatervemben benne van az, hogy az összes önkormányzati céget például megnézem, hogy hogyan működik az átláthatóság szempontjából, megnézem a pénzügyi jelentését, az ászvizsgálat anyagait, és a tekintetben is, hogy hogyan kommunikálnak, teszek jelentéseket, illetve javaslatokat teszek. Zugló azért egy bonyolult önkormányzat. Rengeteget kell ott kardozni az egyensúllyal a pártok közötti egymásra feszülésnek. Azért Karácsony Gáborral kapcsolatban sokan mondták, hogy nem irigylik. Bocsánat, Karácsony Gergővel kapcsolatban sokan mondták azt, hogy nincs könnyű dolga, ahogyan ott a helyi erőkkel kell küzdenie. Ha találna egy nagyon csúnya bizniszt, akkor a polgármester megkérdezése nélkül azonnal nyilvánosságra hozná ezt, és borul minden, ami abban a kerületben ilyen nagyon finom balanszban működik. Egyrésztről igen, másrésztről ez itt most ebben a formában, ez nem működik, mert pont az a lényege Zuglónak, hogy olyan sok szereplő van ott, hogy egymás körmére néznek állandóan. Tehát így ez esetben, hogyha mondjuk az első pont az ellenkezőjét szokták mondani, hogy együttműködnek, hogy Fidesz-MSZP koalíció van a kerületben. Pont ezt az ellenkezőjét szokták inkább mondani. Ami például probléma a Zugló tekintetében, és most így már ilyen rövid idő alatt így átláttam, hogy például a közbeszerzések kapcsán van egy a cégek közötti együttműködés, nem feltétlenül a politikai szintű együttműködés van szó, hanem a közbeszerzések kapcsán, hogyha mondjuk egy induló van, úgyhogy ők konzorciumba indulnak, és nem verseny van, akkor az önkormányzat jár rosszul, mivel drágább ajánlatot kap. Ez országos probléma, ez is csak egy csepp a tengerben, Zuglóban is. Igen, de arra tehetek javaslatot, hogyha például a közbeszerzések kapcsán úgy írják ki a közbeszerzést, hogy jól járjon az önkormányzat, jól járjanak a lakosok, és kizárják ezt a kártelgyanús eseteket. A jogköre tehát javaslattétel. Nincsen kemény
jogosítványom, tehát én nem Kvázi, tudok. mint egy ombudsman. Mint egy ombudsman, igen, az is biztos a neve. Hogyha kidolgozza ennek a munkának a protokollját, milyen kerületek, helyek azok az országban, ahol nagyon szívesen kölcsönözni a know-how-t? Ez nagyon jó kérdés. Az első kerület Budapesten az mindenféleképpen egy érdekes terület, hiszen ott az maga a titokerdő, annyi ingatlan biznisz folyik ott, hogy Rogán Antal is megnyilná mind a 10 ujját, de az országos szinten szeretnénk létrehozni, vagy most már létrejött, csak még Zugló távolról segíti, de és nem annyira aktív ez a hálózat, a 100%-ban átlátható önkormányzatoknak a hálózata, hogy hogyan lehetne serkenteni azt, hogyha van egy elkötelezett testület és elkötelezett polgármester, akkor ő milyen eszközöket tud gyakorolni azért, hogy az állampolgárok azt érezzék, hogy igen, ez az én önkormányzatom, ő értem dolgozik, tehát itt valójában a politikának a kultúraváltásáról van szó többek között. Ez egy hosszú távú munka, hogyan tudjuk az eddig kicsit az irodai munkába, a bürokrácia logikájával dolgozó önkormányzatokat úgy megváltoztatni a működésüket, hogy az állampolgárokért, az állampolgárok nyelvén beszéljenek, és ne a politika logikája, vagy a jogszabályi keretrendszer logikája vezesse őket. Hányan jelentkeztek csatlakozni önkéntesen önkormányzatok közül? Tudnál konkrét példát mondani? Igen, azt mondta, hogy ez egy hálózat. Ez egy hálózat, de én eddig nem vettem részt ennek a munkájába, de azt tudom, hogy több kis település van benne, nagyobb, ismertebb önkormányzat nincsen benne, pont a Zuglói lenne az, ami talán példát tudna mutatni számukra, hiszen itt most erőforrás is van, nem csupán akarat. Példamutatással kapcsolatban eszembe jutott a Gréci Zsolttal elkezdett reggeli beszélgetésünk a dél-balatoni vasútfelújítással kapcsolatban, ahol a Nehézkő Kft. Nevű fuvarozó cég közel 300 millió forinthoz jutott a projektből. A miniszterelnök édesapjáról van szó. Alvállalkozóként egyszer a miniszterelnök azt mondta, talán tavaly a Direkt 36-nak, hogy meg van lepődve azon, hogy azt állítja az újságíró, hogy van olyan Európai Uniós projekt, ahol vállalkozóként, fővállalkozóként, vagy alvállalkozóként a családjából elindult volna valaki a DK az Európai Unió. Hoz fordul, és ön is, neki is van ezzel kapcsolatban javaslata. Hát én nem vagyok meglepődve, mert úgy tűnik az Orbán család, ez nem most kezdte ezt a gazdasági terjeszkedést, az ország egyik leggazdagabb familiájáról van szó, hiába van csak a miniszterelnöknek azt állítása szerint 700.000 forintja közösen a feleségével, valójában a vejének, illetve az édesapjának a céghálója az eléggé kiterjedt. Csak olyan rossz az az óriási különbség, amit kiválóan működő, elképesztő lenyűgöző teljesítményt végző oknyomozó újságírók Magyarországon végeznek, a másik pedig a városi pletyka. Milyen városi pletyka? Amikor azt mondjuk, hogy ehhez köthető, ahhoz köthető, hát nem, az egy különböző történet, ahogy mondja, igen, ezek, amit elvégeznek a kollégák, azok konkrét tények. Itt tényekről van szó, igen. Tényleg Tiborc. Papírokkal, szerződésekkel alátámasztott tényekről. Na, én ezzel kapcsolatban, amikor ezekkel a tényekkel szembesültem, kezdeményeztem egy népszavazást, amit a múlt héten a kúria elutasított. A népszavazás, ez friss hír, konkrétan a népszavazás az egy olyan kérdést alakított át, amit elméletileg a kúria 2 évvel ezelőtt azért utasított el, mert hiányoztak belőle azt, hogy a miniszterelnök rokonságának a cégeire vonatkozó kérdésnél, hogy az RT-k nem voltak benne. Na, most én beleraktam az RT-ket is, amik többségi tulajdonban vannak, és most azzal utasított el nagyon faramúci érveléssel, hogy azt sugallja a kérdés, hogy ne volna összeférhetetlenségi szabályzás. Van összeférhetetlenségi szabályzás, erre konkrétan persze természetesen nem olyan széles körűen tér ki, mint ahogy az én kérdésem vonatkozott. Az én kérdésem konkrétan elhajtotta volna közpénztől az egész Orbán familiát, a mindenkori miniszterelnök család közeli hozzátartozóit. Természetesen. De valamiért azt gondolták, hogy ennek nincs most az ideje a kúriánál. Én azt gondolom, hogy egy demokráciában a politikai vezető nem engedheti meg magának azt, hogy a családja abban az időszakban gazdagszik meg közpénzből. Ez egy alaptézis. Sok sikert a munkájához. Köszönöm szépen. Az új szerepen. Köszönöm szépen, hogy eljöttem.